Sziasztok! Az egyik ismerősöm a Facebookon megosztott egy képet, amihez oda volt írva, hogy lazaci leves, és hát úristen, nagyon-nagyon-nagyon jól nézett ki, legalábbis nekem nagyon tetszett, és a hozzávalók, amiket utána megírt nekem, hogy miket rakott be, azok is nagyon tetszettek, és elküldte nekem azt a weblapot, ahol ugye ezt a receptet meg lehet nézni, és akkor én úgy döntöttem, hogy én azt követem, ahogy ott elkészítették, és nagyon-nagyon finom lett, úgyhogy máskor is fogok készíteni, az egész család imádta. Nektek is nagyon tanácsolom, mert egy plusz levest hoz a családba, és ráadásul egészséges is, laktató is, különleges is. Mindenképpen készítsétek el, nézzétek meg, hogyan készült. Legelőször egy kis vajat, én teavajat használok, teszünk a fazékba, lehet olajat is, de finomabb vajjal. Ezt szépen felolvasztjuk. Ez a vajon 3 evőkanálnyi egyébként. Hogy nem sok vaja, csak annyi, hogy majd a hagymát meg tudjuk rajta pirítani. Erre teszünk egy póré hagymát. Lehet sima hagymával is, nem muszáj póré hagymával, ez rátok van bízva. Hogy ti mit használtok. Ha fél kiló lazacotok van, akkor 1 kiló krumplit fogunk ehhez a leveshez tenni. Ezt felöntjük vízzel. Annyi vizet teszünk, hogy ellepje a krumplit. Ezt borsozzuk, hogy mennyire ez rátok van bízva, hogy ki mennyi borsot szeret használni. Egy elég laktató leves, azt kell róla tudni, hogy a finn lazac leves. Lehet beletenni nyugodtan répát is, fehér répát, sárga répát, de az eredetiben az nincsen. És egy picit sózzuk is. Aztán természetesen majd a végén úgyis meg fogjuk kóstolni, és meglátjuk, hogy mi szükséges még a levesünkhöz. Most körülbelül, hogyha felforrt a víz, negyed órán keresztül főzzük, hogy nagyjából megfőjön a krumpli. Mondhatni, majdnem kész lesz, amikor hozzá fogjuk tenni a többi hozzávalót. Eltelt a negyed óra. Most hozzáöntjük a tejszínt. Összesen 4 decit. Illetve egy csokor kaprot is hozzáteszünk. Néztem egyébként, lehet kapni most is a CBA-ban kaprot, frisset. Hát lehet, hogy nem olyan illatos a kapor, de mégiscsak lehet kapni, az a lényeg. Én egyébként úgy szoktam, hogy amikor itt a szezonja, akkor vásárolok elég sokat, és lefagyasztom csokorban. Ez is egyébként egy fagyasztott adag. De az Aldinak szokott még lenni ilyen fagyasztott fűszere, most nem emlékszem, hogy kapor van-e, de lehet, hogy nekik is van. Pici sót még teszek hozzá. Közben egyébként kétszer még öntettem hozzá kis vizet. Most is öntök egy picit, hogy beleférjen bőven a lazac is. Mondtam, én fél kiló lazacot kockáztam fel, amikor ez újra rottyan egyet a tejszínnel, akkor hozzá lehet tenni már a lazacot is. Én teszek bele egy leves kockát még, nekem hát nem érzem azt az igazán jó ízt, nekem hiányzik belőle ez a magyaros dolog.
Egyébként az eredeti recept alapján csak só és bors kell bele, meg a lazac, és a végén, ha valaki szeretne, akkor a tányérba vagy bele a levesbe citromlevet is lehet tenni. Én egy picit abból is teszek. Egy kis citromlé. És akkor most ugye újra felforrt a levesünk. Most beleteszem a lazacot. Itt már nagyon nem kell főzni. Nagyon gyorsan el fog készülni a lazac. Hagyom egy 3 percet. Látjátok, hogy egyből már fehéredik is kifelé, tehát ez nagyon gyorsan el fog készülni. Nem is szabad túlfőzni, mert akkor ilyen gumis állaga lesz a lazacnak. Azt semmiképpen nem ajánlom. A krumpliból kioldódik egy kis keményítő, és majd nyilván sűríteni fogja a levest. Ezért nem is kell bele semmiféle rántás, ezért elhanyagolhatjuk a lisztet, ebből nagyon szerencsés, hogyha ilyen jó sűrű levest főzünk. Látjátok, ez igazán majdnem, hogy kész is van a lazac. Mindjárt most felforr, és utána le is fogom kapcsolni a lapot, és tulajdonképpen hagyjuk benne egy 5 percet így állni, és el is készül akkor a levesünk. Persze kóstoljátok meg, érdemes megnézni, hogy megfelelő ízvilágú lett a leves, kell-e még bele bors, vagy só, vagy bármi egyéb. Hú, nekem tökéletes lesz. Ez az egy leves kocka pont meghagyta a hatását, amit én szerettem volna elérni. Még egy pici citromot teszek bele, mert ez nagyon finom lett tőle a citromtól. Én nektek is tanácsolom, hogy próbáljátok meg hozzá. Újra felforrt a levesünk, le is kapcsolom a lapot, fedő alá teszem, hagyom így 5 percig, és utána lehet is tálalni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha ti másképp ismeritek ezt a levest, vagy hogy tudtok valami plusz klassz levest, mert akkor azt is szívesen elkészítem. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!